Sziasztok! A mai alkalommal a webfejlesztős kezdő tanfolyamunk az első alkalmát fogjátok itt most megnézni, és remélhetőleg meg is tanulni, amit el fogok mondani. A mai alkalommal a HTML nyelv, mint leíró nyelvvel fogunk foglalkozni, illetve CSS-en, ami formázásra fogjuk tudni használni. A jövő alkalommal pedig egy kicsit ilyen nagyon alapprogramozás, az a PHP nyelv, illetve adatbázis kezelés. Itt meg is mutatom azért a diát. Ugye ezt a tanfolyamot az InQuest és az InFX közös rendezvénye keretében, az InEversity keretében fogjuk megtartani. És nagyjából óránként fogunk tartani Judit kérésére egy 7,5 perc szünetet. Utána pedig nagyjából a felénél lesz egy fél órás semmi szünet, hogyha találtok valami fejárdát a környéken, akkor oda lehet addig menni. Annyit szeretnék még kérni, hogyha közben így van kérdés, akkor így raktam ki lapot meg papírt, egyébként jegyzetelni is lehet. És hogyha lenne kérdés, akkor egy picit még tartsátok magatokban, én majd mindig fogom kérdezni, hogy mikor tegyétek fel, hogy ne közben, amikor lehet, hogy mindjárt meg fogjátok érteni, csak még nem fejeztem be a gondolatot, és akkor utána már könnyebb lesz. És akkor nagyjából szerintem el is kezdeném. Akkor még annyit mutatnék, hogyha elindítjátok a Total Commandert, itt ami majd még nekünk fog kelleni, itt a beállítások menüpontban. Van egy ilyen, hogy szerkesztés nézet, és ez megvan mindenkinek, akkor itt a szerkesztő résznél itt már elvileg azon a három gépen egyébként be van állítva, de a többinek valószínűleg nem. Itt a szerkesztőnél be kéne tallózni, ahol fel lett telepítve ez a Notepad++. Ez tipikusan a C program fájlzós Notepad++-on belüli dolog, mert ez fogja nekünk azt segíteni, hogy rögtön ezzel fogjuk tudni szerkeszteni a HTML oldalt. Akkor vissza is térünk ide, hogy vázlat. Tehát itt még egyszer mondtam az előbb, hogy először ma a HTML-es CSS-sel fogunk megismerkedni, jövő héten pedig ezzel a MySQL adatbázis kezeléssel és a PHP nyelvvel. És a legvégén a tanfolyamnak igazából az lesz a célunk, hogy amit meg is mutatok, hogy elkészítsünk közösen egy olyan oldalt, amiben egy csomó olyan dolog van, amit később is fel tudtok majd használni. És gyakorlatilag ilyen gyakorlatias dolog legyen, tehát ezt az oldalt fogjuk elkészíteni. Itt lesz egy ilyen YouTube-os beillesztés, Facebook. Itt meg lehet nézni a hangszerek. Ez a három elem, ez például már adatbázisból fog jönni. Kapcsolat oldalon Google Maps-et is kipróbáljuk, hogy lehet beilleszteni. Illetve itt, hogyha valaki ír nekünk, akkor a küldés gombot kattintva kapunk majd egy e-mailt. Tehát a legvégéig gyakorlatilag ide szeretnénk eljutni, hogy ezt így teljesen kódból megírni kézzel, hogy semmi egyéb programot nem fogunk hozzá használni. A forrásokat azt majd odaadom, nyilván, mindenkinek. És akkor szerintem nagyjából kezdjük is el. Én itt majd így le fogok ülni, és talán így könnyebb lesz mutogatni. És igen, és annyi, hogy az biztos, hogy egy elég gyors tempó lesz. Tehát azt garantálom, hogy ha picit is valaki elkezd másfele nézelődni neten, akkor nehéz lesz vissza bekapcsolódni, úgyhogy ezt ha lehet, akkor előzzük. Jó, tehát akkor el is kezdeném. Mi is ez a HTML nyelv igazából? Fontos kiemelni, hogy a HTML önmagában az nem egy programozási nyelv, úgy mint mondjuk a PHP vagy a Java, amit már mondjuk hallhattatok így név szerint. A HTML az csak egy leíró nyelv, tehát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha egy dokumentumot készítetek Word-ben, és elmented, és ennyi a HTML, csak mi kódból fogjuk ezt megcsinálni, de nem tud olyan dolgokat, hogy mondjuk valamilyen események bekövetkezésére valamit végrehajtson, csak szigorúan megjelenítésre alkalmas. Tehát meg tudsz elcsinálni egy táblázatot, be tudsz illeszteni egy képet, hasonló, de arra nem alkalmas, hogy mondjuk dinamikus oldalakat, mondjuk beírsz valamit, nyomsz egy OK gombot, kiír valamit, ilyen, erre már a PHP lesz alkalmas nekünk. Maga a file, az egy egyszerű szövegszerkesztővel készül el, ez a Notepad++, amit most már feltelepítettünk és ki is próbáltuk. És a file-nak a kiterjesztése, úgy mondjuk a képeknél a JPG, itt HTML a az alapértelmezett vagy a HTM, ebben el kell tudni menteni ezt a fájlt. Maga a nyelv egyébként nagyon-nagyon egyszerű, tehát majd nyilván elsőre nehéz lesz, de nem sok parancs van és nagyon könnyen megérthető szerintem. Tehát a PHP az már kicsit bonyolultabb. Nagyon fontos, hogy amiket mutatok itt szintaktikákat, hogy kell írni a kódot, az gyakorlatilag úgy kell, hogy legyen, mint hogy a nagykönyvben meg van írva. Mert ellenkező esetben a különböző böngészőkbe, Chrome-ba vagy Firefox-ba teljesen máshogy fognak megjelenni dolgok. Persze a legtöbb böngésző alkalmas arra, hogy
ha elhagysz bizonyos elemeket, kiegészíti vagy megpróbálja megjeleníteni, de emiatt vannak azok általában, hogy a különböző böngészők máshogy néznek ki a tartalma. Hogyha pontosan ugyanúgy csinálunk mindent, akkor majdnem gyakorlatilag ugyanúgy fogunk kinézni minden böngészőbe. Igen, és még annyit szerettem volna az elején még elmondani, hogy fogok mondani ilyen kegyes hazugságokat, ami valóságban nem úgy van, de most azért mondom el így, mert így egyszerűbb és könnyebb megérteni. Maga a HTML oldal, hogy hogy is néz ki. Itt lehet látni az első egy ilyen mintarészt, ez lehet, hogy elég homályos, úgyhogy ezt igazából be is fogom gépelni inkább, hogy jobban fogjátok látni. Majd utána csinálunk közösen is példát. Tehát ez a szövegszerkesztő, amivel most így megnyitottam, minden HTML oldal, ezt tudom gépelni, akkor úgy néz ki, és minden parancs is egyébként úgy néz ki a HTML nyelvbe, hogy van egy ilyen kacsacsőr, ami egyébként az algér és hosszú i, vagy az algér és y a záró kacsacsőr, elvileg, tudjátok. És gyakorlatilag ezeket hívjuk ilyen tegeknek, vagy címkéknek, ami a nyelvnek a különböző elemei. Maga a HTML oldal az ugye így épül fel, hogy egy nyitó HTML taggel, és egy záró HTML taggel zárjuk be az egész oldalt. Tehát ha ezt így most elmenteném, meg is teszem, elmentem, felkészült egy index HTML file, elindítom, akkor semmi sincs rajta, ez egy üres HTML file. Tehát ez már képes megnyitni mondjuk egy böngésző. Ezen belül két részre szokás még bontani a HTML oldalakat. Az egyik ez a head és per head közötti elemek, a másik pedig a body és per body. Ugye az egyik a fejrész, a másik pedig a testrész, de fontos azt kiemelni, hogy ez nem az a fejrész, amire mondjuk egy weboldalon jelen esetben itt, ahogy mutattam, nem ez a rész, tehát nem ez a felső részt nevezzük headnek, hanem ebben olyan dolgok vannak definiálva, mint például itt fent, ahol lehet látni a címsorban, hogy mi az oldalnak a címe, a különböző egyéb beállításokat lehet itt megadni, tehát ez a head az gyakorlatilag az, amit nem látsz itt a böngészőben a belső részben, hanem azon kívüli tartalmak. A body pedig minden az, ami gyakorlatilag a maga a teljes dokumentum. Tehát ez így, amit most itt láttok, ez már egy kész HTML oldal, semmire nem jó igazából, de így néz ki szintaktikailag. Tehát ezt most elvileg meg is csinálhatnátok, ha lehet, hogy valahol a Total Commanderbe hozzatok létre egy új fájlt, ezt a Shift és F4 billentyűvel lehet egyébként megtenni, és akkor kérdezi, hogy mi legyen a fájlnak a neve, itt valami pont HTML-t adjatok meg. Tehát akárhol látok a Total Commanderbe, lenyomod a Shift és F4-et, akkor ott létre fog hozni egy fájlt. Kérdezi, mi legyen a neve, és megad neki valami pont HTML-t. Akkor elindul ez a Notepad++, ezért kellett beállítani egyébként a Total Commanderbe, hogy automatikusan ez kezelje. Ennek egyébként azért van értelme, mert a Notepad++ alkalmas arra, hogy különböző parancsokat, majd látni fogjátok, megfelelő színnel egészítse ki, és úgy könnyebb áttekinteni a kódot, mintha csak az egész fekete lenne. Akkor idáig megvan mindenkinek? Nagyon jó. Mehetünk tovább. Jó, tehát ugye elmondtam, hogy a fejrészből és a testrészből áll úgymond a maga a HTML file. Ha ide a body-n belül, gyakorlatilag az egyébként lényegtelen, hogy akárhogy lehetnek ezek a tegek. Tehát így, ahogy kérdeztétek, hogy merre van, akkor teljesen mindegy, ez nincs hatása igazából a dokumentumra. Viszont célszerű egy ilyen fa szerkezetnek megfelelően majd összehetően később látni fogjátok, mert így sokkal könnyebben át lehet majd tekinteni később a kódot. Tehát, hogyha ide a body-n belül én bármit beírok ide, bármilyen szöveget, és utána újra elmentem. Az elmentés egyébként a Ctrl-S billentyű kombináció, mint save. És ahogy utána elbírjátok ezt a fájlt indítani a Total Commanderből, ahol megcsináltátok, kettő kattintással, akkor most már böngészőben megnyílik, akkor itt van az a szöveg, amit az előbb beírtunk. Na, mehetünk tovább? Jó, tehát akkor ugye itt a kódban is nagyon jól látszik, minden egyes tag akkor még egyszer úgy néz ki, hogy kacsacsőrök között van valamilyen szöveg beírva, és általában per kacsacsőrök között lezárjuk őket. Maga a HTML oldal felépítése, ugye a HTML per HTML között van, a headben van a fejrész, a bodyban pedig a testrész. Most egy pár olyan alapvető taget fogunk megnézni, ami lényegében ilyen formázásra alkalmas. Itt le is írtam a dián, de lehet, hogy ezt is inkább közben fogom mutatni. Itt lehet látni, hogy minden elemet le kell tudnunk zárni. Tehát ahogy úgy mutattam az elején, hogy HTML és per HTML, ugyanúgy
gyakorlatilag majdnem minden tag ugyanígy működik, hogy a félkövér betűt is, hogyha valamilyen szöveget félkövérre szeretnétek tenni, akkor félkövérre kezdődik és félkövérre záródik, majd megnézzük, hogy melyik ezek a tagek. Viszont van egy-kettő olyan tag, mint például az a BR per, ami így egy magában van, ezek mondjuk a sortörés, vagyis hát az enternek megfelelő kód, amit önmagában kell lezárni, itt lehet látni, hogy ez hogy néz ki. Ilyenből van egy pár, ami gyakorlatilag nem úgy van, hogy egy valamilyen szöveg elején és végén van, hanem csak önmagában így szerepel. A többi az pedig tényleg nagyjából ugyanúgy van, hogy itt a félkövér és döltőt is lehet látni, illetve lesznek majd olyanok, amikor ezeket a tegeket nem csak simán ennyi lesz, hogy kacsacsőrök között valami név, hanem a kacsacsőrök közötti név után bizonyos paramétereket meg tudunk adni, hogy például a táblázatnak itt majd megnézzük részletesen is, hogy hogy fog kinézni, de így például meg lehet adni, hogy legyen egy pixel széles kerete, vagy hogy mit tudom én, egy beviteli mező disabled legyen, tehát ne lehessen belegépelni. Így ezek az általános szintaktika, ami gyakorlatilag összesen van a HTML-ben, ezen kívül semmit nem kell gyakorlatilag úgy érteni, hogy most miért úgy van, csak annyit, hogy megtanulni egy csomó ilyen teget, hogy melyik mit csinál. És akkor, hogyha megyünk tovább, akkor először itt ugye ezt mondtam el gyakorlatilag az előbb, hogy van egy HTML és fel HTML tag, van egy fejrészünk és egy testrészünk, és a fejrészbe lehet különböző ilyen olyan tegeket beleírni, ami ugye nem az oldalon látszódik. Most írjuk is be ezt, amit a korábban már mondtam, ez a title elnevezésű. Itt az oldal címe. Ha ezt elmentitek és újra frissítetek a böngészőben, tehát a head és a per head között van egy title és per title, akkor itt felső részen a böngészőben látszódni fog, hogy az az, amit a title tegek közé beírtatok, az lesz az oldalnak a címe. Így gyakorlatilag itt fent. Jó. A következő dián gyakorlatilag innentől kezdve nagy részt a body tegen belüli formázásra fogunk foglalkozni. Itt ezen a dián lehet látni, hogy az aljával kezdem, inkább a formázással, hogy ugye a hagyományos félkövér dőlt és aláhúzott betűket hogy kell megformázni. Itt lehet látni, hogy ez a simán egy B, I és U tegek között kell ezeket a szöveget rakni. Ez szintén az angolból ered. B mint bold, I mint italic, ugye az a dőlt betű, és az A mint U mint underline, tehát az aláhúzott szöveg. Tehát most ugye erről van szó, amit itt mutatok. Hogy gyakorlatilag így kell formázni a szöveget. Erre most nézzünk példát. Szintén a kódban. Ezt most már a body-n belül fogunk gépelni. Egyébként is a HTML nyelvre jellemző, hogy egy kis angol tudással is könnyebb ezeket a tegeket megjegyezni, tehát ahogy mondtam, itt is a félkövér dőlt aláhúzott, és hasonlók lesznek majd még, ahol nem is annyira a parancsot kell majd megjegyezni, mivel ha tudod, hogy mit akarsz csinálni, akkor minimális angol tudással már valószínűleg eszedbe fog jutni a teg is. Akkor ez eddig mindenkinek világos és ideig eljutott? Kérdés. Jó. Akkor mivel most Berni innen gépel, ezért nem fogok a diára váltani. De itt tovább mutogatom azt, amit az előbb is említettem. Ez a DR elnevezésű parancs, amit így önmagában így néz ki, ahogy csak most ide írtam. Tehát még véletlenül sem így, ahogy most írom ide. Ilyet sosem írunk, mert ennek semmi értelme nincs. Ugyanis a BR az azt csinálja, hogy egy sortör, vagyis az enter helyett ezt kell beírnunk, ez pedig onnan ered, hogy break row, tehát sortör is gyakorlatilag. Ez is egy elég egyszerű dolog, ugyanis ha én itt most simán a fájlban entereket nyomogatnék, ez a dokumentumon nem fog megjelenni. Tehát minden egyes, ahova entert szeretnétek, oda valójában egy ilyen BR karaktert kell majd beírni, vagy BR parancsot, és így fog tudni új sorba kerülni a szöveg.
másik dolog, ami viszont még szintén ilyen alapformázási dolog, az pedig a bekezdés, P mint paragraffal. Ez viszont már újra ilyen P és per P közötti dolog. Amit ide írok, az egy külön bekezdésben fog szerepelni. És hogyha csinálunk ebből többet, akkor már meg is látjátok, hogy ennek mi értelme van. Ugyanúgy, ahogy a Wordben például elkezdetek gépelni szöveget, utána nyomtok egy Entert és egy új bekezdés fog kezdődni. Gyakorlatilag ennek a P-nek is pont ez az értelme, hogy a bekezdéseket ne kelljen ilyen VR-ekkel elválasztani, úgymond. Automatikusan ez a P parancs azt csinálja, hogy elválasztja és egy kicsit a két bekezdés ugye egy kis hézagot hagy közte. És gyakorlatilag ezt is sokszor kell használni majd. És ezen belül a P-n belül, és egyébként minden parancson belül, gyakorlatilag majdnem minden parancs halmozható. Tehát ha azt szeretném, hogy ebben a bekezdésben legyen egy félkövér szöveg, akkor abban nyugodtan azon belül is be lehet tenni félkövérbe bármit. Akkor ezt ugyanúgy fogja értelmezni. Tehát a Dreamweaver-ben, amikor cuttingatsz, akkor ezt a kódot állítja össze átérni. És gyakorlatilag egyébként ez valószínűleg ez a tudás. Nyilván nem kell mindent fejből, kézből megírni, hanem mondjuk ott van a Dreamweaver-en legenerál kódot, de például te is mondtad, hogy néha szétcsúszik neked bizonyos dolog. Olyankor lehet, hogy bele kell nyomni a kódot, és azért fontos, hogy értsd ezt az alap szisztémát, hogy tudd, hogy mi generál. Igen. Jó, Berni is be tudott csatlakozni? Már csak az első alatt. Jó, na akkor, hogyha most ezt újra elmentitek, és megint megnyitjátok a böngészőbe, akkor már csodálatosan látszik az, amit eddig csináltunk. A Total Commander-ben rálépsz erre a fára, és kettőt elkötöntesz. Akkor elindul a böngésződ, és abban megnézheted azt az oldalt, amit szerkesztettél. Tehát eddig, amit csináltunk, ugye fent a headben szereplő title miatt szerepel itt ez látszik fenn. Utána jön végig a szöveg, és itt lehet látni, hogy a két bekezdésünk az egymást egy kicsit elvált, illetve itt a félkövér aláhúzott és dőlt betűket is kipróbáltuk. Közben elrettentésként azért megmutatom, hogy amit most ugye beírtunk, az ez egy ekkora darab kód volt, és azáltal készítettük el ezt az oldalt, de mondjuk az index.hu-t, hogyha megnéznénk annak a forráskódját, mégis így mire kell számítani, ez az index.hu. Nyilván ez már nem minden kézzel van írva, de erről majd később, de ahogy megnézitek, egy ilyen oldal is ugyanilyen tegekből van összerakva, majd ezeket is fogjuk nézni, mi micsoda. És ugyanúgy be van húzogatva, ahogy mondtam, ebben a faszerkezetben, hogy könnyebben lehet érteni. Tehát gyakorlatilag ezt így ránézésre, aki már kis tapasztalata rendelkezi, az így a kódból is tudja nagyjából értelmezni, hogy mi van a háttérben, illetve fordítva az oldalra ránézve is meg tudnád így kódból elkészíteni nagyjából. Csak így. Jó, akkor visszatérve, ugye itt beszéltünk a bekezdésről, a sortörésről, a félkövér aláhúzott dőlt betűkről, arról, hogy ezeket egybe is lehet ágyazni, lehet akár félkövér és dőlt betűket is, ugye, hogyha a B-n belül egy it rakunk. Azaz egy fontos dolog van ezekkel egyébként, ezt is megmutatom. Ugye például, ha ezt csinálom, akkor ez egy félkövér dőlt aláhúzott betű lesz. Az a lényeg, hogy ahogy látjátok, kívülről befele, ahogy elindultam, hogy BIU, ugyanúgy visszafele új B-vel kell lezárni, tehát olyan az elvileg szintaktikailag hibának számítana, hogyha mondjuk azt csinálnám, hogy így zárogatom le mondjuk a tegeket. Ilyet nem szabad elvileg csinálni, de ez is olyan dolog, hogy egyébként a böngésző lekezeli némelyik, de némelyik nem, úgyhogy inkább a szabvány az így van, ahogy itt látszik.
Jó, aztán ugye ahogy mondtam, hogy a shorter és maga, tehát az enter helyettesítő karakter ez a BR volt. A space-re is ugyanígy van egy ilyen kombináció, ugyanis egy space még kezel a, tehát ha egy space beleírsz a szövegbe, az meg fog jelenni a dokumentumban is, viszont kettőt már nem kezel le, csak egyet egyszerre. Erre alkalmazzuk ezt az NDL-t, az az AGR és C betű, és NBSP pontos vesző, ez pedig azért ez, mert non-break space, tehát törhetetlen space. És hogyha egymás után ezt így beírjátok, ez a kód részlet, ez gyakorlatilag egy space-t jelent. Tehát hogyha több space-t szeretnétek egymás után lerakni, akkor több ilyet kell egymás után begépelni. NDL, egy NDL, utána egy NB és SP, non-break space. És pontos lesz, hogy az fontos a végén. És hogyha ebből most többet egymás után a szöveg közepére berakok, ide mondjuk, akkor ott három space-nek megfelelő hely lesz kihagyva. És mehetünk tovább, akkor most érkeztünk el az első olyan paraméterhez, amit már így a tegen a kacsacsorok között belül fogunk beírni. Ez pedig itt a pén belül lesz egy ilyen, hogy align. És ez gyakorlatilag, amit a Wordből is ismertek, ugye a jobbra, balra és középre zárt szövegnek megfelelő formázás lehetőség. Itt, hogyha mondjuk ezt centerbe rakjuk, ez pedig jobb oldalra zárva. Ugye center, right és left az a három paraméter, amit használhatunk. Ezt is utána, ha kipróbáljátok a böngészőt, akkor lehet látni, hogy középre és jobbra igazítja a szöveget. Ilyen egyébként rengeteg lesz, hogy egy tegen belül fogunk ilyen paramétereket megadni. Ugye ezt is lehet szokni, mindig úgy néz ki, hogy van egy attribútum, utána egy egyenlőséggel, majd pedig ilyen kétszeres apostrofok között beírva maga a paraméter értéke. Egyébként Shift 2 a kettes apostrofa. Életem valaki nem tudni. Shift és 2. Az align is egyébként azt hiszem, hogy igazítást jelent angolul, tehát az is abból a nyelvből jön. Mehetünk tovább? Világos mindenkinek minden, semmi kérdés. A betű. Következő dolog, ami a sor kizárt, az a justify, igen. Ezt pedig így kell leírni, hogy justify y-nak. A sor kizárt az, ugye, igen, azt nem mondtam, tehát van a right, left, center és justify, ez a négy, ami gyakorlatilag a igazítást jelenti. A diát egyébként oda fogom adni mindenkinek, most majd lesz egy ilyen kicsi házi feladat is, úgyhogy az alapján kell majd megcsinálni. Nagyon szigorúan fogom ellenőrizni, de a legjobb az, hogy kitalálok valami kis ajándékot neki. Megéri majd megcsinálni. Jó, ezt is most mentsétek el, próbáljátok ki. Látszik ugye egy középre zárt, egy jobbra zárt és egy balra zárt bekezdés nekem. Ilyenkor egyébként csak azt csinálom, hogy újra elmentem ezt, ahogy már mondtam korábban, Ctrl-S a save miatt, mint mentés. Utána pedig visszakattintok a böngészőre, és csak simán rákattintok a frissítésre, vagy F-et nyomok, ami ugyanúgy a frissítést jelenti. És akkor az első kis szünet előtti utolsó hosszabb dolog, az pedig maga a betűtípus kezelés. Igen. Ha nem érjük, hogy balra zár, akkor mi van, mert úgyis balra van. Alapból a balra az alapértelmezett, de ezt is egyébként, igen, tehát még ezt mondjuk jó kérdés, hogy amit nem definiálunk,
Tehát mondjuk nem mondom meg, hogy balra legyen zárva, mégis balra lesz zárva. Az összes ilyen dolgot, meg azt is például, hogy hogy nézen ki az, hogy félkövér, ezt a böngészők alapértelmezetten valahogy be van nekik állítva. Tehát amikor elkészíti a Mozilla a saját böngészőjét, vagy a Chrome-ük, nyilván a szabvány szerint definiálják azt, hogy az alap P az általában balra zár. De tipikusan az ilyen bonyolultabb dolgoknál, hogy ilyen betűtípus behúzásoknál, meg majd látni lehet a CSS-nél, ott is sok olyan lesz, amit az egyik böngésző így gondolt, hogy ez az alapértelmezett megint, és a másik meghoz is. Azért kell mindig azt csinálni, hogy a lehető legmélyebben mindent leírunk, hogy ahogy mi szeretnénk, hogy nézzen ki, tehát mindent túl kell definiálni szinte, hogy akkor biztosan az lesz, hogy minden böngészőben ugyanúgy nézni. Ez egyébként tényleg egy elég nehéz dolog. Most már hál' Istennek a 2012-re lassan odaérünk, hogy az öt fő böngésző az már elég közel áll egymáshoz, de azért évekkel ezelőtt még nagyon nagy különbségek voltak. Jó, és akkor most azt akartam pont mutatni egyébként, hogy nyitok egy Word-ot, csak a poén kedvéhez nektek nem kell. Tehát, hogyha néztek egy alap Word-ot, akkor ugye most, amit eddig csináltunk, az a félkövér dőlt aláhúzott betű volt, néztük a balra jobbra zárást és a középre zárást, és most azt fogjuk nézni gyakorlatilag, hogy a betű méret, a betű típus és a betű szín, amit állítunk. Tehát most az első rész az gyakorlatilag az lesz, hogy az összes ilyen alapformázási dolgot, amit Word-be is tudunk csinálni, az hogy néz ki kódba, tehát most ezt fogjuk végignézni. És hogyha visszalépünk a forráskódba, akkor érdekes módon a font, mint betűtípus lesz az, ami a betűtípust definiálja, és a perfont között van egy ilyen szövegünk, aminek több különböző paramétert is adhatunk már, nem csak egyet, mint például a P-nek az előbb, hanem például megadhatjuk, hogy mekkora legyen a betű méret, ez a size, szintén angolból, és itt megadhatunk. Ez két pontokban értendő, tehát ez a PT mértékegység, ami ugyanúgy, mint a Word-ben az a 12-es betű, az itt is ez azt jelenti. A másik ugyanilyen dolog, az pedig maga a betűtípus, amit itt font face-nek hívnak. És ide lehet beírni, hogy milyen betűtípussal szeretnénk írni. Most itt is fontos kiemelni, hogy a böngészők alapértelmezésben és nagyjából minden, az csak néhány betűtípus, tehát ilyen kb. 4 vagy 5-öt tud kezelni. Az Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, és még nem tudom mit, körülbelül ennyi. És ezek azok, amik teljesen ezt minden böngésző nagyjából operációs rendszertől és böngészőtől függetlenül ugyanúgy meg fogja tudni jeleníteni. Viszont nyilván láttatok már ti is olyan oldalakat, ahol ilyen összefissza betűk vannak. Erre megint csak van egy, ez is CSS-sel van egyébként megcsinálva, ez már egy bonyolultabb dolog, azt már mondjuk mi nem fogjuk érinteni, de ha valakit érdekel, akkor elmondom, hogy kell azt csinálni. Alapértelmezésben itt most, és itt végig nem fogunk nagyon sok ilyen betűt használni. Úgy most ide azt lehet például beírni, egy Arial, vagy azt, hogy Times New Roman, vagy azt, hogy Verdana, vagy azt, hogy Tahoma, ki milyen betűt szeret. Verdana, Tahoma, Arial és Times New Roman. Jó, ezt most megint próbáljátok, kimentsétek el, tehát Ctrl-S, aztán vissza a böngészőbe frissítünk, és ott látszik csodálatosan. Ja, rosszul mondtam a 12-t, igen, mert nem képpontban van, vagyis nem pixelben van, mint a majd később mondjuk, hanem ez ugye egy kicsit nagyobb lesz, így, de ez csak azért van, mert nincs most valami az elejére írva, azt majd mindjárt meg fogjuk tanulni részletesen, azért, hogy nagyobb lett a betű, mint az alap. Ez most azt jelenti, igazából beírtunk, hogy 12-vel nagyobb úgymond, és azért lett ilyen, de majd a CSS-sel megnézzük, hogy ezt pontosan hogy lehet megadni. Ezt egyébként nem nagyon használják, tehát ezt a fontos dolgot, ezt most addig fogjuk használni, amíg el nem jutunk addig, hogy mi ez a CSS, mert gyakorlatilag nem sok értelme van, mert kevés paramétert adhatunk meg igazából annyi. Tehát gyakorlatilag azt lehet megadni, amit itt mutattam is, megadhatod, hogy milyen legyen a betűtípus, a betű mérete és a színe, amit most még az előbb nem mondtam. Itt is szintén még egy ugyanígy tovább lehet írni, egy kolorral, meg lehet neki adni. Itt gyakorlatilag, amit alapszíneket tudtok angolul, kb. Azok működnek is, tehát ilyen red, yellow, stb. Blue, ezek mennek. De nyilvánvaló, hogy majd 100 féle színt szeretnénk itt kevergetni, és ezt is mindjárt meg fogjuk nézni, hogy lehet. Egyelőre csak írjuk be így, hogy mondjuk blue vagy valami, amilyen még alapján. Ez is szintén böngészőtől függ, hogy a blue az mit jelent, az valamilyen kék. Ha elmentitek és frissítitek, akkor most kék lett az a szöveg, amit az előbb beírtam. Most van a kérdése valakinek, vagy valaki valamit nem ért. És mennyire gyors a tempó, vagy bírható-e? Judit? Gyors?
Judit ezt már fejből tudja egyébként. Ugye? Igen. Ez az úr, múlva már nem így lesz. Így van. Jó, és akkor... most megnéztük ugye a betűszint is. Na és akkor ugye itt tartottunk, hogy a betűtípus, betűméret, szín, a sav, az alapvető formázások. És most bele fogunk menni egy kicsit bonyolultabb dologba, hogy hogy lehet sokféle színt megjeleníteni gyakorlatilag azokon kívül, amit most az előbb elmondtam, hogy red, blue, meg yellow, meg ilyen alapszínek. Ezt a mind a HTML-ben, mind a CSS-ben és gyakorlatilag majdnem minden programozási nyelvben ugyanezzel a metódussal szokták a színeket definiálni. Így 16 millió színt fogunk tudni majd nagyjából megjeleníteni. Nem feltétlenül kell tudnotok fejből, hogy miért így van, de azért el fogom mondani, mert szerintem érdekes, meg azért élik tudni. Itt egyébként hagytam itt egy táblázatot is nagyjából, hogy melyik szín mit jelent, melyik kód. Az a lényeg, hogy úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egymás utáni 8 szám fogja definiálni ezeket a színeket. Itt lehet látni, ez is egy szám, hogy F, azért, mert 16-os számrendszerben vagyunk. És az azt jelenti, hogy a 16-os számrendszer, hogyha valakinek nem lenne világos, azért elmondom, hogy itt a számok úgy mennek, hogy a nullát kifelejtettem. Tehát 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és a 10-es az A, 11 a B, 12 C, 13 a D, és a 14 az E. Ezt így, a 16-os számrendszer az így néz ki, és utána gyakorlatilag a következő számnál akkor megyünk tovább. És akkor most itt, hogyha meg lehet nézni, ez a 8, van ez a 8 szám egymás, vagy 6 szám egymás, én mondok 8-ot, tehát 6 szám egymás után. Itt az első kettő határozza meg a piros színeket, mint R, mint red. Utána a következő kettő határozza meg green, mint zöld színeket, és utána a következő kettő határozza meg a blue, mint B színek. És innen ered az, amit már lehet, hogy hallottatok akár honnan, hogy RGB színskála, ez gyakorlatilag ugyanez. És az úgy kell elképzelni, hogy ugye itt mondtam, hogy az F az ugye, azt is lehettem az F-et is, mindegy. Tehát egy nullától F-ig vagyunk, ezt sikerült kifelejtenem, ez hiba. Tehát itt azt jelenti ez, hogy az FF az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyesek helyi értékén, ugyanúgy, mint régen, tehát mondjuk, hogy 10-es számrendszerben azt mondjuk, hogy 21, az ugye azt jelenti, hogy egy darab 1-es van benne, és két darab 10-es. Na most itt a 16-os számrendszerben ez úgy néz ki, hogy amit azt mondom, hogy 21, akkor azt jelenti, hogy egy darab 1-es van benne, és két darab 16-os. Tehát ugye az a számrendszernek a... Tehát akkor a decimális normál számrendszerben azt mondom, hogy 21, akkor az azt jelenti, hogy egy darab 1-es van belőle, és... kettő darab 10-es, ugye ez a, mint általános iskolában is mindenki tanult. 16-os számrendszerben meg a helyi értékek úgy vannak, hogy 1-esek, 16-osok, és akkor az, amit úgy mondok, hogy itt most csak két szám vonatkozik egyre, tehát ez azt jelenti, hogy F darab 1-es van belőle, és F darab 16-os. És ugye mivel a F az 15-et jelent, ezért ez 16x15, meg 15x1. Így áll össze ez a dolog. És akkor ez azt jelenti itt most, hogy magyarul az FF a legnagyobb, amit el tudunk képzelni, amit ki lehet hozni a 16-os számrendszerrel a két helyi értéken, ez jelenti a 256-ot, és ez most azt jelenti, hogy ez a szín, ami itt van, hogy a legtöbb van a pirosból, mivel maximumon vagyunk, tehát valamennyi, tehát 66, és hát ez is nem 66-nak kellene mondani, tehát 6 darab 1-es és 6 darab 16-osnyi, tehát összesen összeadjuk 6x16 meg 6 darab zöld szín van benne, és 9x1 és 9x, meg 9x15, 16 darab kék szín van belőle. Ezt tényleg nem kell egyébként fejből tudni, csak azért mondtam el, hogy ha látok egy ilyet, hogy 2-es kereszt 42-15B, akkor nagyjából abból ki lehet találni, hogy mi az a szín igazából, mert ha ránézel erre a színre, akkor látod, hogy a legtöbb ebből a piros van, majd utána következőnek kék. Tehát akkor tudod, hogy valamilyen lilás szín lesz gyakorlatilag az egész. Tehát ennyire kell ezt tudni. Egyébként rengeteg neten is, hogyha rákeresünk kb. Így, hogy itt tudom én, hexa, color, valami, akkor igazából annyi az egész, hogy itt van a színskála, és ott van a szám, aztán kimásolod, és ennyi. Tehát ez igazából meg Photoshop is kezeli, Dreamweaver is kezeli alapból, nem kell ezeket a színeket fejből tudni, én most itt csak azért mondtam el, hogy nagyjából tudjátok, hogy miről van szó, itt van egy táblázat, ebből lehet így csemegézgetni, és egyébként itt is, ahogy itt ez a kicsi rész, ami ide van helyezve, itt ugyanaz, amit elmondtam, ugye, hogy jön ki ez az FF6699, hogy a legtöbb, vagyis a 256 darab piros szín azt jelenti, hogy a két F, amit az előbb ugye elmondtam, és szép lassan, tehát ilyen átváltások is vannak egyébként neten is, rá lehet keresni, hogy RGB, to hexa, stb. Ilyenek, ez mindig azt megmond, mennyi piros, mennyi zöld, mennyi kék szín szeretnél, és megmondja, hogy mennyi a hexa kódja, fejbe át csak el gyakorlatilag számolni, csak ezt így nagyjából tudni lehet. Azt is ugye
ebből könnyű kikövetkeztetni, hogy az alapszínek, tehát a piros, a zöld, a kék, a barna, a lila, ilyen dolgok, az gyakorlatilag mindig úgy lesz, hogy valamelyikből teljesen FF van, valamelyikből meg teljesen 0-0, és így hozza ki azokat a különbséget, és ez gyakorlatilag ez van ide rakva, hogy a teljesen fekete az minden 0, mondjuk a piros az azért FF 0-0-0-0, mert a maximum van a pirosból, minden más 0, tehát gyakorlatilag így állnak össze a színek, és akkor szerintem most tartok egy szünetet, mert mindenkinek lezsibbadt az agya a hexa számoktól.